ha négy lábú barátunk társaságában autóval indulunk vakációzni, ne feledkezzünk meg arról, hogy kutyánknak is biztonságosan kell utaznia. Kedvencünket vagy egy rögzíthető, megfelelő méretű, jól szellőző utazó ketrecben, vagy a biztonsági csatolható hámmal szállíthatjuk. Kutyák számára is elérhető, megfelelő gyógyszer az állatorvosnál, ha az autóban rendszeres rosszulét jeleit mutatja. Érdemes üres gyomorral útra kelni, ám friss vízzel mindig készüljünk, és parkoló autóban soha ne hagyjuk egyedül kedvencünket, még rövid időre sem. Ha szeretnénk megspórolni az autó gyakori takarítását, érdemes beszerezni olyan húzatot, ami megvédi az ülés kárpityát a szennyeződéstől. Hosszabb utazás előtt pedig érdemes ellátogatni az állatorvoshoz, hogy felkészüljünk az esetleges váratlan betegségekre. Ha pedig külföld az úti cél, az állatorvostól arról is tájékozódhatunk, hogy milyen betegségek itthon ritkább vagy ismeretlen élősködők veszélyeztethetik a kutya egészségét. Ezt érdemes már hetekkel az indulás előtt megtenni, mert néhány oltásnak vagy parazita ellenes kezelésnek több időre van szüksége, hogy kifejtse hatását. Európai Unión belüli utazásnál kisállatunknak, legyen az kutya, macska vagy akár vadászgörény, rendelkeznie kell útlevéllel. Az úti okmány csak egyedi azonosítóval, vagyis beültetett mikrocsippel és hatályos veszettség elleni védőoltással érvényes. Fontos tudni, hogy az állat életében kapott legelső veszettség elleni oltás – az EU szabályozás szerint csak a beadás napjától számított 21. napon válik érvényessé. A férekhajtással és a külső élősködők elleni kezelésekkel kapcsolatos követelmények országonként különbözőek, a Magyar Állatorvosi Kamara honlapján megtalálhatóak az aktuális jogszabályok. A harmadik országból való utazásnál, illetve inkább a visszautazásnál, ami fontos lehet, hogy sok ország megköveteli, hogy a veszettségoltást oltás nem csak bélyegzővel, matricával igazoljuk a kis könyvébe a kutyusnak, cicusnak, hanem kell egy vérvizsgálatot is csinálni, ami a veszettség vírus ellen termelt ellenanyag mennyiségét méri a vérben, és erről egy igazolást is fel kell tudnunk mutatni több nyelven. Ha négy lábú barátunkkal repülővel tervezzük a vakációt, mindig az adott légitársaság szabályai szerint kell eljárni, amelyről szintén jóval indulás előtt érdemes tájékozódnunk. Mindenképpen fontos, hogy amennyiben kedvencünkkel tervezzük az utazást, bármilyen közlekedési eszközt is választunk, ne hagyatkozzunk az előző évek tapasztalataira, szokásaira, szabályaira, mert ezek időről időre változnak.